Az Európai Nemzetállamok kialakulása ezzel a címmel tartott előadást október 8-án Takács Katalin, akit a járványhelyzet ellenére népes közönség várt a Művelődési Ház könyvtár termében. Akik Takács Katalin diákjai voltak, vagy látták már néhány előadását, azok fel voltak készülve, hogy sodró lendületű történelmi áttekintés vár rájuk nagyjából 45 percben. Ma inkább egy picit a 19. század politikai eseményeiről szeretnék veletek beszélgetni. Különösen azért, mert nem csak hogy a nemzetállamok kialakulásának időszaka ez, hanem egy olyan időszak, amikor nagyhatalmak jönnek létre. És ezek között a nagyhatalmak között olyan konfliktus helyzetek teremtődnek, ami aztán majd egy nagy világégéshez vezet. Szeretnélek megismertetni benneteket azzal a folyamattal, hogy hogyan válik egy-egy országból nagyhatalom, és milyen konfliktusok elé kell, hogy nézzem majd a történelem során. Tehát a mai témánk a világ a 19. században, illetve az európai nemzetállamok kialakulásának időszaka. A címben szereplő európai nemzetállamok kialakulása mellett, csak hogy az összefüggések érthetőbbek legyenek, gyakorlatilag az összes kontinens fontosabb történését is sorra vettük. Victoria korában sikerül elfoglalni Indiát, amit az angolok csak a brit birodalom legszebb gyémántjaként neveztek. Elképesztő mennyiségű olcsó munkaerő, hihetetlen mennyiségű ásványkincs, illetve élelmiszer fog beérkezni India elfoglalásával a brit birodalomba. Hatalmukat elsősorban úgy tudják fenntartani itt az angolok, hogy 50 ezer angol katonát fognak ide átirányítani, és körülbelül 300 ezer itt élő indiai katonát beállítanak majd az angol hadseregbe. Őket nevezték szipolyoknak. A 19. század közepének forradalmaival kezdtük, a viktoriánus korral folytattuk, majd az amerikai polgárháborún keresztül eljutottunk sok egyéb mellett a nagy háború kirobbanásának előszobájáig. Az elnökválasztás követően 11 déli állam közli, hogy kilép az Amerikai Egyesült Államokból. Richmond fővárossal és Jefferson elnökletével ők egy vadonatúj államot fognak létrehozni. Az északiak egyértelműen ezt nem hagyhatják. Tehát egyértelmű, hogy háborúra fog sor kerülni, ahol eldől, milyen utat fog bejárni az Amerikai Egyesült Államok. Megragad egy középkori szinten, ahol rabszolgatartás van, vagy a világ egyik vezető ipari nagyhatalmává válik. Ez csak egy rövid lenyomata az előadásnak, melyet Takács Katalin tartott. Szerény véleményünk szerint ezeket a történelmi fakultációkat minimum minden középiskolásnak, és úgy általában mindenkinek követnie kellene.